Halló, szevasztok, folytatjuk a Metro 2033 Reduxot. Megérkeztünk Polis városba, ahol a tanács, ugye politikusok természetesen visszautasították ugye, a segítségkérést, ezen még meg sem lepődöm, és el kell jutni valami D6-os állomásra, nem állomás, hanem valami rakéta irányító központ. De ahhoz fel kell menjünk a felszínre, és most abban reménykedem, hogy most napközben megyünk. Nem korom sötétben az éjszaka kellős közepén, mint az előző részben. Az úgy annyira nekem nem tetszett. Már még az sem lett volna gond, hogyha nem lettek volna azok a szárnyas dögök, amiket ugye nem lehet megölni. Ez is érthetetlen számomra, de oké. Na! Die Ratsentscheidung hatte mich schockiert. Aber Millers Plan gab mir Hoffnung. Einmal mehr kletterte ich nach Moskau hinauf. Ich musste das Geheimnis von D6 lüften. Und ein Rudel Raketen erwecken. Nehogy megfulladj itt nekem. Hallod? Egy... A Polis városban senki nem volt képes adni... egy jó állapotú gázmaszkot. Még mindig a törött gázmaszkot... remek. Ó, csodálatos. Ah, végre! Fényes nappal. Jaj, de jó. Jó van, jó van, jó van. Már jobban kezdődik, mint az előző. Az előző felszíni túra, úgy értem. Nézzünk itt körbe. Itt mondjuk a körbenézéssel itt mondjuk egy kicsit igyekeznem kell, ugye, mert... Na, az övé egy picit jobb állapot. Hát, egy egész picit. Ennek is, ez is kicsit szét van törve a sarkoknál, de minimálisan jobb állapotban van. Ugye, ha jobb állapotú gázmaszkot találsz, akkor a jártyom automatikusan kicseréli, felveszi a jobb állapotot. Legalábbis, ahogy én észrevettem. Most is nem kellett nyomjak semmit, és automatikusan kicserélte. Alta! Wow, cool! Szerintem az nem nyerő útvonal. Mennyi? 22 percünk van. Feltéve, ha nem találunk új szűrőt. Kill 100 enemies with assault rifle, steam achievement, trigger happy, jó. Hülye vagy! Elég hamar halt. Ennek mi csak örülünk. Oké. Nincs semmi. Ide, itt át kell menjünk, ugye? Aztán nem biztos. Át kell ott menjek. Ach, leg mich. Át akarok menni, mert ott volt egy... volt itt egy dög. Uha. És kíváncsi vagyok, hogy van-e itten... Hó! Vágd el! Így, így! Szűrőben reménykedtem, hogy őszinte legyek, de...
Nem mindig kaphat meg mindent az ember. Jófele megyek egyáltalán? A buszba nem tudunk bemenni. Alapból erre kellett jönnöm? Vagy ide menjek le? Látom már, mi van itt. Hogy? Softar, Steam Achievement, Design, 15 Wire Trap. Áh, hatásra állítottam 15 ilyen drótos csapdát. Király! Szűrőt itt sem adott sajnos. Álltál! Ne haragudj, nem vettelek észre! Annyira gyűlölöm ezeket a szárnyas dögöket! Annyira kegyetlenül gyűlölöm ezeket a dögöket! De annyira... Mondtam már, hogy mennyire kegyetlen mocskos úgy gyűlölöm a checkpoint alapú mentési rendszert. Mondtam ezt már nektek? Hogy mennyire kegyetlen mocsok mód gyűlölöm a checkpoint mentési rendszert? Vagy milyen egy undorító gyomorforgató szar mentési rendszer? És a remélem sűnt családos szar egész életében, aki kitalálta? Fingom sincs, hogy lehetett volna kikerülni a szárnyas köcsögöt. Fogalmam sincs, hogy kellett volna ezt túlélnem, mert tudjuk, hogy azokat nem lehet megölni. Mert az éjszakai küldetésnél próbáltam megölni, és azt mondta a játék, hogy bazd meg. Tehát, hogy kösz, ugye? Úgyhogy, ja, kezdjük előről. És nem fogom ezt kivágni. Éljétek ti is át velem ugyanezt az ismétlést a ritka fosszar mentési rendszer miatt. Újra csinálhatjuk az egészet. És a végtelen unfair gerisztelen enemy placement miatt is odalaktak egy szárnyas dögöt, ami ugye megölt, mert miért ne? Akkor még egyszer. Hallod? Az előbb... Ez hogy van? Az előbb az a dög belehalt pár lövésbe. Most... Most miért nem halt bele egy tárnyi? Tehát... Jó, ezt most én nem értem, de jó. Jó, akkor még egyszer. Mondtam már, hogy mennyire szeretem, amikor nem adja be az E betűt, a hitboxot? Az is néha egy totális katasztrófa a játékban, most valamiért nem volt hajlandó beadni az E betűt. Fingom sincs, hogy miért? Vannak gondok a játékkal azért. Megközelítőleg sem... Aha. Megközelítőleg sem mondanám tökéletesnek.
Kár, ez az elbetűzés, ez annyira ki van centízve. Nem mindegy, milyen szögben áll a kamera, el is borzalmasan van implementálva sajnos. Úgy kéne csinálni, hogy mindegy, hogy hol nézel rá a kábelra, írja ki az elbetűt. És ne kelljen oda menni fél milliméterre. Mert ez így hülyeség. Na, ezt kapott el az előbb. Most akkor mehetek? Mi ez? Hallod? Ez akkora gerinctelenség volt már megint. Ez... utálom az ilyet. Az előbb nem volt is senki, tehát... Gondolom ide spawnolt azonnal. Jó. Néha az enemy placement spawnolás az itt is azért tud nagyon-nagyon gerinctelen lenni. De ezek a szárnyas dögök, ezek annyira bosszantóak. És végtelen unfairek, mert nem lehet őket megölni. De ők meg tudnak téged ölni, tehát hogy... Jó, kösz. Nagyon nem szeretem az ilyet, amikor egy játék ezt csinálja. Nem elég az időkorlát. Igen, ugye a gázmaszk miatt. Nem elég, hogy sietni kell, nem. Még be kell rakni ilyen köcsög, szárnyas idiótákat. Így bármikor elkaphatnak. És most merre tovább? Nem úgy volt, hogy ez... Arra, ugye? Igen, a láng mutatja elvileg az irányt, hogy merre... De azt mondja, hogy... Ja? Ja! Ne! Ha most itt meghaltam volna, ha ez a szárnyas megölt volna, akkor ott azonnal... Szerintem ott letöröltem volna a játékot, és abba hagyjuk a végigjátszás, mert ez visznek is rossz. Arra. Olyan szívesen felfedeznék itt, de ezek az átkozott szárnyos köcsögök miatt nem lehet. Olyan szinten csalás. Undorító egyszerűen. Inkább jöjjön 200 ilyen. Óha. Jön is 200 ilyen. Oké, elkiabáltam. Jön is. Nem lesz ez egy kicsit sok? Nem ártana eltalálni az ellenfelet. Aki leveledezik. Ó,
mitől haltam meg? Valaki tudja, mitől haltam meg? A játék azt írja, hogy egy olyan drótos csapdától. Vagy valamilyen csapdától. És hogy vigyázzak a drótos csapdákra. Hogy hallhattam meg egy drótos csapdától, amikor itt már voltam kb. 10-szer, és nem volt itt semmi? Hogy jöhetett meg egy ilyen csapda, amikor a buszban közvetlen robbanás nem ölt meg? És amikor itt, mondom, itt nem volt semmi. Ez úgy érdekel. Die Ratsentscheidung hatte mich schockiert. Aber Millers Plan gab mir Hoffnung. Einmal mehr kletterte ich nach Moskau hinab. Na most nagyon azon gondolkodom, hogy itt abba hagyom a végigjátszást, mert kicsit felkúrt ez a játék most. Elég undorító dolgokat művel most. Finoman fogalmazom, most csak undorító dolgokat művel. És nem fogom ezt kivágni, azért sem. Három a magyar igazság, teszek egy utolsó próbát, jó? A további is így geciskedik a játék, ezer és ezer bocsánat a kifejezésért, de mondom, kicsit felhúzott most agyilag. Elég undorító dolgokat művel a játék, tehát ez nálam már úgy már nagyon... Eddig baromi jó volt, de itt már olyan szinten átmesz szemétkedésbe. Mondtam már, hogy mennyire szeretem a játéknak a mentési rendszerét? Ilyen szar mentési rendszert én nem tudom, hogy láttam-e már valaha. Hogy lehet ennyire szar mentési rendszert csinálni a játékhoz? Ezt sem tudom. De úgy semmit nem ért, tehát egy nagy rakás kaki. Jó, akkor még egyszer. De hogy az előbb... Fingam sincs az előbb, mi ölt meg. Halvány lögőzöm sincs, hogy mitől haltam meg az előbb. Érdekes, most meghalt mind a kettő. Itt mi nem is voltunk, ugye? Aha! Volt nála valami kulcsszerűség. Ezt mondom, látod? Na erről beszélek, hogy ezeknél a izéknél egy totális katasztrófa a hitbox egyébként. Ezeknél a csapdáknál. Nézd meg, itt nem aktiválja. Itt nem. Csak itt. Ennél az egy pontnál. Ez rakás szar így már, elnézést, de... Ez is szar. Az implementáció, ez is szar. Most egy kicsit rage-elni fogok, mert ezek az értelmetlen halálok, amikor a játékos így értelmetlenül büntetik, az ugye engem föl tud cseszni agyilag, de úgy istenesen. Amikor értelmetlenül büntetik a játékos, mint most. Jó van, próbálok lenyugodni. Hol volt? Itt volt ez. Nézd meg! És nem adja be az elbetűt. Látod? Sehol nem adja be az elbetűt. Csak ott.
Anna, ez így annyira szar. Hát nem csoda, hogy párszor meghalok emiatt. God. Itt jön az a faszkalap, az a szárnyas fasz. Már, bocs, de... Na. Ehem. Semmi gond, nyugodjunk meg. És hol jön az a ide spónoló köcsög? Itt volt az előbb. Ide spónolt. Hol van? Most jön. És most? Viper gázmaszk húz... Aha, jó. Ej, de csúnya. Az előbb ez a szárnyas faszkalap... Na végre. Igen. De most miért nem jönnek az emberek, akik az előbb mondták a Artyom nevét? Hol vannak? Miért nem jönnek? Miért kell ahhoz meghalljak? Ott is van egy... Viszont 8 perc... Itt az előbb mi ölt meg? Próbáljuk megkideríteni. Mitől haltam itt meg az előbb? Itt van csapda? Tehát itt feljöttem, és ott átugrottam. Nézzük meg, hogy mi ölt meg az előbb. Hol van itt csapda? Ez itt a 40 millió forintos kérdés. Ez nem tudom mi volt. Tényleg ez mi volt? Ez most... Oké. Tehát... Az előbb itt jöttem föl, ugye? Itt jöttem föl, így. Várjál. Itt próbáltam átugrani. Itt ugrottam egyet és meghaltam. Mert azt mondta a játék, hogy ez egy drótos csapda volt. Hol láttok itt drótos csapdát? Hát én sehol. Itt nincs. Pedig pont itt haltam meg az előbb. De érdekes! Na hát... Tök érdekes. De cserében mindjárt ez öl meg.
Tehát... Most láttuk, hogy nincs itt drótos csapda, ugye? Megnéztük, nincs itt drótos csapda. Ugye? És most nem halok meg. Az előbb meghaltam. Még egyszer, a semmitől. És engem azt tud felbosszantani, amikor értelmetlenül hal meg a játékos. Feleslegesen. És hol van a következő checkpoint mentés? Csak úgy érdekelne. Hova kell menjek, hogy kapjak még egy mentési pontot? Mert ha még egyszer meghalok, mielőtt elérném a következő mentési pontot, akkor... ott abba hagyjuk szerintem. Semmi. Ja, a láthatatlan fal miatt nem tudok ráugrani az autókra. Imádom, imádom. És most mit csináljak? 100 millióan jönnek. Ilyenkor mit kéne csinálnom? Aha. Aha. Eddig hol a picsában voltál már? Ne haragudjál már! Nem tudtál volna előbb jönni? Így elbaszni ezt a részt, ez annyira el van baszva. Borzalmasan szar. Miért kell így bünteni? Jó, persze, most be tudod adni a mentést, mi? Szopassuk meg a játékost alaposan, és majd talán utána kap egy mentést. De gyűlöm, amikor ezt csinálja egy fejlesztő. Zum Militärarchiv irgendwo in der Hauptbibliothek. Wir erreichen es durch die Hauptleserhalle. In Ordnung? Genug gefroren.
Geh mir. Gehen wir, Leute. Danilo, pass auf nach. Wir gehen mit Artyom rein. Scheint ruhig zu sein. Leute, das ist ein Schwarm Vögel! Artyom, Danilo, kommt schnell her! Versperrt diese Türen! Ich komme! Verdammt! Artyom! Oben abgeschlossen ist, musst du einen Weg finden, sie zu öffnen. Ja, sie tőle megy. Hát akkor tartsátok még egy ideig. Tessék. 26. Bírják ők, bírják ők. Aha, ide kellett a kulcs. Hajrá! Na, itt nem tudok bemenni. Na jó, van még egy perc. Ezek az izék... Ezeket le lehet szedni? Itt volt egy checkpoint. Micsoda, volt egy checkpoint? Hát mi történt? Be voltak rúgva a készítők, hogy adtak egy mentést? Na hát... A világ legnagyobb csodája. Ez nem hal meg? Vagy úgy marad? Vagy csak ideiglenesen? Vagy most... Egy lövés elég. Aha. De ilyenkor ez így marad? Úgy látom, így marad. Most miért furdoklik a csávó? Egyértelműen látszik, hogy van 5 perc. Most cseréltem ki a szűrőt. Valaki nekem magyarázza el, hogy miért furdoklik Artyom. Most cseréltem ki a szűrőt. Azt írjátok, hogy megfulladtál. Én kicseréltem a szűrőt, láttátok? Még föl is ment a számláló, felment 5 percre, lehetett látni még a Depth of Field ellenére is. Én kicseréltem a szűrőt. Csak a játék azt mondta, hogy... fuck you. Na, például, ez egy újabb példa arra, hogy a játékost értelmetlenül és feleslegesen büntetjük, értelmetlenül haltam meg megint. Erről beszélek. Az ilyet nagyon nem tolerálom játékokban. Tehát most miért kellett meghalljak? Én kicseréltem a szűrőt. Korábban ezzel nem volt gond. Volt, amikor egy másodperccel lement, akkor kicseréltem,
Föl is ment a számláló, csak a játék most úgy gondolta, hogy no. A gázmaszkot belepel, kicserélted egy földön fekvőre. Igen, tudom játék, tudom. Köszönöm szépen a tippet. Ez nem tudom mi volt. Jó. Megpróbáljuk még egyszer? Kíváncsiságból, hát ha most összejön. Azt meglőjük. Azt. Na figyelj! 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cserélem! Figyelj! Most jó! Előbb pontosan ugyanezt csináltam. Pontosan ugyanezt, és belehaltam. Oké. Okay. És egy olyan dolog, hogy ne próbáljam meg megérteni, ugye? De én ezt nem lőttem meg az előbb? Vagy én most nem értem, hogy mi történik. Egy új gázmaszk, nagyon jó. Mondom, a csávók bírják. Erre kellett jönni. Oké. Okay. Még egy mentési pont. Ez mi volt? Itt valaki van. Járkált. Láttam. Vesz. Jó. Átjom, ezt az ajtót itt nem tudja kinyitni. Itt nem tud átmenni, ami már nyitva van és szarrá van lőve. Itt nem tudok átmenni. Nem úgy volt, hogy ez nem... Etwas länger, und diese Bestien hätten uns zerfetzt. Gute Arbeit, Atyom. Ez ajtó nyitva volt, és szarrá volt lőve. Mi a jó... izének nem tudtam... Nem, ez... Hihetetlen, mennyi életképtelen az Atyom gyerek. Come on, come on.
Ne lőd, úgyis halhatatlan! Mondtam! Hat jemand gefurzt? Hahaha! Mit Gasmaske würden wir das eh nicht riechen! Szóval 3 perc. Artyom, durchsuche die Räume an den Seiten. Vielleicht kannst du herausfinden, wie man da was aufmacht. Du machst das gut. Ne, én derítsem ki, hogy hogyan kell kinyitni az ajtót, amikor egy nyitott ajtót nem tudok kinyitni? Ne kérje tőlem lehetetlent! A nyitott ajtót nem tudta kinyitni! Hát hagyjál már hülyeségeddel! Oh my god! Itt a másik példa. Tehát ezt csak meg kéne lökni, be kéne rúgni, de nem! Erre képtelen a gyerek! Na, vagy ezt, igen. Ez is jó. Így is jó. A másik ajtónál ezt miért nem lehetett? Tehát, hé? Négy, három, kettő, egy. Csere. Fölment 5 percre, majd meglátjuk, hogy megfulladok-e. Nem, lenyugodott. Perc. 22 perc, alakulunk. Bassz. Hé? Hé? Igen. És most? Nem tudok csinálni semmit. Ilyenkor mi van? Ki fogunk fogyni a szűrőkből. Nincs semmi rejtett cucc. Hát... Oké. Ezzel kell valamit csinálni? De ezzel nem lehet interaktálni. Itt nincs semmi. Itt nincs semmi.
Hát én most nem tudom, mi van. Lőjem szét? Nem, ez nem működik. Másiknál? Nem, egyik ajtón nem működik, másiknál nem. Mire gondolt itt a költő? Nem sok értelme van. Vesek. Semmi értelme nem volt. Ó, bazd meg! Ned, Danila, Gevir. Jó. In den Büchern der Heiligen gelesen. 17 Perz. Muss einmal wunderschön gewesen sein. Bibliothekar! Hör zu, Atjom. Bibliothekar gehören zu den gefährlichsten Kreaturen hier draußen. Wenn wir einen treffen, dann kämpfe nicht und laufe auch nicht weg. Die Bestien greifen nicht an, wenn du ihnen in die Augen siehst. Lass sie niemals aus dem Blick. Zeig ihnen deinen Rücken und du stirbst. Wenn eine Bestie nervös wird, geh weg, aber langsam. Und wenn du schießt oder nicht guckst, wirst du nie wieder was sehen. Ich honnan tudjam, hogy az hogy néz ki? Könyvtáros? Honnan tudjam, hogy hogy néz ki ez a könyvtáros néni, de gondoljak? Vagy mi? Én értem, hogy nem szabad neki hátat fordítani, meg nem szabad lőni rá, mert hogy az is halhatatlan, pont úgy, mint ez a szárnyas dög, én ezt értem, csak nem tudom, hogy melyik az. Nem tudom, hogy hogy néz ki. Artyom, ich muss ihn zur Polis bringen. Du musst die Karte selbst finden. Hier ist der Gebäudeplan. Der Eingang zum Militärarchiv muss irgendwo auf der ersten Etage der Bibliothek sein. Die Tür, durch die der Bibliothekar gegangen ist, führt dahin. Es bleibt nicht viel Zeit, die Dämmerung kommt. Geh und vergiss nicht, was ich dir über die Biester gesagt habe. Ich beeile mich. Amint eddig olyan nagy segítség lettek volna ezek ketten, de akkor mostantól egyedül megyünk. Aha, checkpoint! Ilyen sok beszéd meg scriptet jelenet után az a játékosnak adnék jó sok szűrőt, mondjuk. Mert elég sok idő elment, amúgy. De hát nem én csináltam a játékot meg a pályát, úgyhogy itt nincs egy sem. Egy volt, több mint a semmi.
18 percünk még van. Tehát első emelet. Aha. Vagy mi? Meg azt hittem, hogy ezek... Még az első ilyet, azt lecsekkoltuk érdekes módon, akkor nem... Akkor úgy maradt. De akkor csak korlátozott ideig maradnak így ezek szerint. Itt volt benn. Aki eddig nem hitte el, hogy Archom nem tudja kinyitni a már nyitott ajtókat. Tessék! Tessék! Ennyire életképtelen ez az ember. Ja, mert szét kell lőni. Mert nem tud egy ilyen mozdulatot csinálni. Nem tudja pár centit arrébb mozgatni az ajtót. Na, az igen. Igazi... Ez igazi főhős. Teljesen életképtelen. Oh God. Ich war oh. Wieder allein. Und schon bald würde ich buchstäblich der Furcht in die Augen sehen. Ez a könyvtáros, ez a, ami van a töltőképernyőn? Na, most már akkor legalább tudom, hogy... Nézzünk itt körbe. Már csak 14 percünk van, vészesen fogy az idő. Nagyon-nagyon fogy az időnk. Öt perc, ez sem sokkal jobb. Hát túl sok szűrőt nem ad a játék. Ő az? Ő a könyvtáros? Ő a könyvtáros, ugye? Ez tök jó, hogy végig rá kell nézzek, csak... Csak nem tudom, hogy merre kell menjek. Értem. A raffinált formádat! Nem azt mondta a játék, hogy nem fog támadni, amíg ránézek? Nem azt mondta? Nem bánts, légy szíves! Ne légy köcsög! Ne légy köcsög, légy szíves! Na légy köcsög, légy szíves! Tudod mi a rossz ebben? Nem azt mondta, hogy ő nem fog bántani?
Amíg rá... Ez nagyon érdekes. Nem azt mondta a csávó, hogy addig nem fog bántani, amíg ránézek? Ez érdekes. Mert hogy ő nagyon is bánt. Hiába nézek rá, akkor is bánt. Ich war wieder allein. Und schon bald würde ich bestätlich den Furcht mi van? In die Augen sehen. Ez nagyon érdekes volt egyébként. Ez valahogy szembe megy a játékszabályokkal. Na mit? Hé, hova tűnt ez a másik csávó? Hát itt... Hello, itt volt egy másik csávó. Hova tűnt? Ja, itt. Hát ez így nagyon-nagyon érdekes lesz. Mert ugye, ha végig rájuk kell nézni, akkor nem látom, hogy hova megyek, mert hátrálnom kell. Hát de... Nézd meg! Nézd meg! Nézd meg! Ránéztem. Végig ránéztem, de a játék leszarja. Ezt mondom, hogy a játék szembe megy a saját szabályával. Schon bald würde ich buchstäblich der Furcht in die Augen sehen. Ezt így akkor? Ezt így akkor hogy? Márpedig a törött ajtón máshogy nem jutunk át, kizárólag csak úgy, hogyha én azt meglövöm. Mert Artyom nem tudja kinyitni az ajtót saját magától. Ezt tudjuk. Meg kell lőnöm az ajtót. Látod? 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 Na, ezt nekem valaki magyarázza el. Na, akkor ezt most hogy? Ich war wieder. Ezt most hogy? Und schon bald würde ich buchstäblich der Furcht in die. Szavasz. Na, így kellene viselkednie végig, ugye? De nem így viselkedik. Tessék. Nézd meg. Na, jó. Na most mit csináltam rosszul, hm? Magyarázd el, hogy most mit csináltam rosszul. Menj el, légy szíves. Aha. Hát én is azt mondom, hő? Ebből én is azt mondom. Nem tudom, merre kell menni. Tudja valaki, merre kell menni?
most elkezdett csapkodni megint. Megint csapkod. Én betartom a játékszabályokat, de a játék nem. Én próbálom betartani a játékszabályokat, de a játék folyamatosan a középsúlyát mutatja. Így egy picit nehéz azért. Und schon bald würde ich buchstäblich der Furcht. Egyszer sem lőttem rájuk. Egyetlen egyszer sem. És mégis csapkodnak. Ajjaj. Nézd meg! Most? Most mi rosszat csináltam? Ich war wieder. Végig ránéztem! Végig! Schon bald würde ich buchstäblich der Furcht in die Augen sehen. És mi lenne? És kíváncsiságból. Mi lenne? Az ezeket meg lehet ölni. Ezeket meg lehet ölni. Akkor milyen bűbánatos, büdös francnak kellett bereklámozni, hogy ne lőjél rájuk, hát miért? Ezeket meg lehet ölni. Egyetlen gránáttól meghalt. Akkor miről beszélünk? Hát ez... Hol a másik? Én már csak azt nem értem, hogy az első egyetlen egy gránáttal meghalt, a másodikba bele kellett küldeni majdnem az összes shot időszart. Tehát a másodiknak sokszor annyi HP-ja volt, mint az elsőnek. Jó, oké. Ez is egy olyan, hogy VTF. Senki nem mondhatja, hogy nem próbáltam meg a játékszabályok szerint játszani, mert én sokszor megpróbáltam szerintem, de amikor a játék a saját játékszabályait nem tartja be, akkor ott... Nem tudom, merre kell menni. És ő itt a harmadik. Hmm.
Látod? Ezt mondom. A játék nem tartja be a saját szabályait, erről beszélek. Nézd meg! Nem tudok mit csinálni. Végtelenül elbaszott ez a game design. Borzalmasan szar. Én ezt nem erőltettem volna a 4L Games helyébe. Szerintetek is meghalt? Jó. Szerintem is. Nem tudok más tenni egyszerűen. Máshogy itt máshogy nem lehet itt tovább menni. Csak hogy az ember megpróbálja őket megölni. Csak ugye előbb-utóbb ki fognak fogyni a lőszerek. Tehát, még egyszer mutatom, nem lehet így kinyitni az ajtókat. Csak lövéssel, sehogy máshogy. Látod? Ez csak... lövéssel megy. Halló? Szűrőcsere. És van még egy. Nyilván van még egy. Oké. Jól lenne egy mentési pont valahol. Köszönöm szépen. Erről beszéltem. Kaptam is mentési pontot. Érdekes, kettő gránáttól meghult. Nagyon jó. Nagyon-nagyon jó. Csak az nem jó, hogy én most nem tudom, hogy hol vagyok. Tudom, hogy lepottyantam. Hol mentünk föl? Várjál, itt erre, ugye? Így erre. Meg lesz. Sietnem kell, mert ugye a gázmaszk, ugye szűrő az időre megy. Várjál, itt láttam valamit. Jó. Még két ilyen gránát, nagyon-nagyon jó.
Ez így nagyon jó, gránáttal lehet ezeket megölni. Nagyon jó. Ez a szárnyas köcsög, ugye? 18 perc. Ez be ezzel ki tudod nyitni, mi? Ezt ki tudod nyitni, hát ez zseni vagy. Jó, hogy egyszerre ketten? Miért a 100 milliárd évig mire robban ez a szar? Most miért tartott ilyen sokáig, amíg robbant a gránát? Istenem. Most itt már megöltem ezt a faszt? Vagy még nem? Nézd meg! Egy év mire robban? Hát... Mi ez a hülyeség? Miért tart ilyen sokáig? Kap be! Na! Miért nem akarok már hílelődni? Nem akarok elpazarolni. Na, köszönöm. És akkor... Egyik megvan! Bassza meg! Ne! Büdös picsába! Nem hiszem el, hogy leestem. Ekkora ez szemét level design-t hallod? Nincs a játékosnak elég baja. Még itt így is szopatni kell őt. Ilyen fasságokra, nézd meg! Jaj, beragadtam. Kurva, oda kellett rakni ezeket a kibaszott lyukakat. Nincs a játékosnak elég baja, érted? Undorító egyszerűen itt a level design. Gyomorforgatom a szar. Hú, ez a rész ez annyira rakás szar. Annyira végtelen gusztustalanul fos.
Vége van ennek a szarnak? Persze, hogy nincs vége ennek a szarnak. Das Untergrundlager war ein furchteinflößender Ort. Und ich hatte keine Idee, wo oder was ich suchen sollte. Aber ich wollte nicht daran denken, dass meine Bemühungen nichts brächten. Mondd, hogy nem lesz több ilyen szarházi! De hogy nem lesz. De itt már nem kell gázmaszk. Nézzük a jó oldalát. Itt már nincs szükség gázmaszkra. Tehát, hogy jut... Vonjuk le a tanulságot. Hogy jutottunk át az előbb? Rásolással. Rohanás. Őrült, mondjál, rohanj végig. Mert ugye itt a játékszabály, amit elmondott a csávó, az szimplán nem működik. Azt látjuk, hogy nem működik. Ugye? Ja, hogy ilyenkor nem lehet csinálni semmit, hanem magától, jó, magától kimászik. Megint kell a gázmaszk, mert miért is ne? Na, hogyan jutottunk itt megint tovább? Hát rassolással! Mondom, hogy máshogy ez itt nem működik. Ciao. Jó, hogy nem mehetek be! Akkor merre mehetek? Jó, fel kell fedeznem a területet, csak... Das Untergrundlager war ein furchteinflößender Ort. Und ich hatte... Jó, hogy nem volt ott mentési pont! Az szép, köszönöm játék, köszönöm! Nem volt mentési pont, miért? Minek mentési pont? Az hülyeség. Most már csak azt kell kitaláljuk, hogy a következő területen merre kell menni, csak ugye ez mindig. Jé, most kaptam mentési pontot! Igen. Mondta, hogy nem tud feljönni a lépcsőn. Igen. Állja. Aha! Aha! Hm.
Merre kell menni? Tudja valaki? Mert nekem fogalmam sincs. De tényleg? Merre kell menni? Erre? Erre? Au! Ja, hogy jó? Ja, aha. Érdekes. Mentési pont. Itt most merre kell menni? Nem erre, hanem a másik irányba. És itt most merre kell menni? Meg fog baszni. Merre kell menni? Nem látom, hogy merre kell menni. Honnan kéne látnom? Fogalmam sincs, merre kell menni. Úgyhogy azt fogjuk csinálni, hogy talán ez segíteni fog. De igen, ez a fejezet, ez a könyvtáros fejezet, ez egy nagy hányás. Hát aki ezt csinálta, ez olyas valaki csinálta, aki gyűlöli a játékosokat. És mindenképp meg akarta őket szopatni jóistenesen. Ezt nem vettem észre az előbb. Mentési pont! Menj már be! Édes jó Istenem! Beleakad a semmibe! Ezt imádom, amikor karakterek beleakadnak a semmibe. Így van, jobb is. Akkor nem kell gyógyszert pocsékolni. Nem volt egy mentési pont. Hát, ez a rész, ez annyira egy nagy nulla, ez annyira egy értékelhetetlen foshalmaz. Mit csinálsz? Aha, ja, értem. Aha. És akkor erre... Így. Kb. Én is így keresném a szükséges iratot, igen. De ez az animáció, ez tetszett amúgy.
D6, ott van. Azt kell nekünk, így-így. Ajaj. Halló? Be... Aha! Most bezzel nyitva van! Hogyne, persze! Ich hatte die D6 Dokumente gefunden, aber Miller war nicht zurückgekehrt. Ohne seine Hilfe war ich mir nicht sicher, ob ich lebendig aus der Bibliothek herauskam. Aber alles hing davon ab. Für 50 Kugeln bringe ich dich. Du hast es also geschafft, Artyom. Ich hatte Zweifel, um ehrlich zu sein. Hast du etwas gefunden? Okay, steig auf. Wo geht es denn hin? Zur Kirche, Artyom. Klingelt es bei dir, wenn du den Namen Karl hörst? Er hat uns geholfen, dich zu finden. Ich weiß noch immer nicht, wie er das geschafft hat. Hey, wie wäre es mit etwas Musik? Klar, machen Sie sie an. Zwischenzeit schaue ich mir mal die Dokumente an, die du mitgebracht hast. Ich wurde beauftragt, den Funk zu überwachen. Unsere Hoffnung war es, die Regierungsbunker über den Ural zu kontaktieren. Aber diese Bunker hatte es als erstes erwischt. Anfangs wurden keine zivilen Ziele direkt beschossen. Und niemand hatte geglaubt, dass dies der Krieg wäre, der alles beendet. Hi, Artyom. Ich bin Wladimir. Nimm, was immer du brauchst. Jó, hogy is szabadrablás van, ugye? Ó, ezer kösz, haver, ezer kösz. Most volt itt mentés, ugye? Aber ich konnte nichts tun. Manche U-Boot-Besatzungen entschieden, Rache zu nehmen und begaben sich zu ihren Abschusspositionen. Na, jo, jo, jo. Und meinten, dass weiteres Töten sinnlos wäre, weil die Welt sowieso dem Untergang geweiht. Hallo? Die U-Boote meldeten sich in der Zeit immer wieder per Funk. Sie konnten mindestens ein halbes Jahr unter Wasser bleiben. Manche von ihnen wurden zerstört, aber nicht... Oh, sie gehen. Elég jó ki van ez dolgozva. Uffa, sogatás! Hajrá! Csak addig megyek, amíg lesz egy mentési pont. Hallo, Artyom. Ich sagte doch, wir sehen uns wieder. Eine hübsche Basis, die Ranger sich geschaffen haben. Ich habe gehört, dass die Polis dir nicht geholfen hat. Und jetzt? Bleibst du still, wirst du zu einem Ranger. Schau dir deinen Weg genau an, Artyom. Und denke daran, wie er enden könnte. Du erntest, was du säst, Artyom. Gewalt führt zu Gewalt, Krieg zu Krieg. Und Tod bringt nur Tod. Um diesen Teufelskreis zu durchbrechen, bedarf es mehr als gedankenloses Handeln.
Nun, Artyom, ich habe hier schon zu lange geplaudert. Zeit zu gehen. Auf Wiedersehen. Servus! Servus! Aztán most végleg elköszönt, ugye? És kaptunk egy morálpontot. A főnök. Hier ist nicht viel Nützliches drin. Hauptsächlich Andeutungen. Immerhin der Weg zu D6. Dann ist das also unser Ziel. Bereit? Wie sieht es aus? Ullmann, ist alles bereit? Das Brennholz ist fertig. Wladimir, die Ausrüstung ist bereit. Und ihr Leute? Bereit. De hirtelen ide teleportált mindenki. Igen, az amikor ilyen választási lehetőség van, akkor szerintem lemaradta az egérnek az ikonja, mert bal egérre kell a baloldali lehetőséget választani. De csak arra várok, hogy legyen egy mentési pont, és akkor mára be is fejezzük. Lelkesebben. Kérünk. Mozogjál. Lelkesebben mozogjál. Ez az. Jújjúj. Good, 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 good. Mi az? Így. Hát itt nincs semmi. Ez ist das Verlies der alten Kirche. Dunkler Tunnel. Klappernde Räder. Und der Geruch des Todes. So begann unsere Reise zu D6. Aber unser Ziel schien jetzt näher. Der Karte nach führen mehrere Wege zu D6. Der nächste davon führt durch die Gebäude bei der Kiewskaja. Das versuchen wir. Kiewskaja. Über diese Station habe ich seltsame Dinge gehört. Es gab eine Explosion im Tunnel und viele Leute wurden lebendig begraben. Angeblich haben sie überlebt, sind aber keine Menschen mehr. Es soll auch etwas Seltsames in diesem Tunnel gesichtet worden sein. Eine Art Nebel. Vermutlich Unfug. Natürlich. Wer würde das auch schon glauben? Wladimir hat seine Familie in den Tunnels verloren und er kann sich nicht erinnern, was passiert ist. Fáj a fejem! Azt hiszem! Hú, de fáj a fejem! Azt a leborult! Mármint Artyomnak a feje, úgy értem. Wow, cool! Ne, én tovább akarom látni azt a zöld területet, mert olyan szép volt. Artyom! Artyom! Das Licht weg, du blendest ihn. Artyom, bist du okay? Kannst du aufstehen? Artyom, was war das? Wir kommen an! Hier ist eine Luftschleuse! Gut, anhalten!
Schau mal nach dem Tor. Die Steuereinheit ist zerschmettert. Alle Drähte sind abgeschnitten. Vlad, wir müssen diese Tür öffnen. Artyom, du bleibst hier und gibst Rückendeckung. Wir brauchen keine Überraschung. Scheiße, ich wusste doch, dass alles so glatt läuft. Achtet auf die Verkehrsseiten, Jungs. Okay. Okay. Vladimir, such das erste Diagramm. Ullmann, schauen Sie her. Erst verbinden wir die Drähte, dann auf mein Zeichen legen wir die Schalter um. Na, azt hiszem, ez nagyon-nagyon érdekesnek ígérkezik. Majd a lángszóróval kell védeni a hátsónkat, meg a többiek hátsóját. Az ebben a részben látott részek, pályák, a játék ezen része az én szememben egy nagy nulla. Ez borzalmasan szar volt, és bocsánat sok rage-ért, de a játék ezen része szerintem egy nagy rakás kaki, leöntve híg fossal. Ez borzalmasan szar volt. Végtelenül idegesítő. Igazából itt csak a játékot szopatják orba szájba, ahogy csak lehet. És nem túlzok, mert láttátok, hogy a játék a saját szabályait rúgja fel. A játék saját magának mond ellent, mert nem működnek a játék szabályok. Ugye benne a könyvtárban. Úgyhogy arról én tényleg nem tehetek. Ott csak rohanni kell ész nélkül. Az egyetlen esélyed. Úgyhogy, ja. Ez a rész, ez borzalmasan szar volt. Ez a könyvtáros rész, ez egy nagy rakás kaki volt. De remélem, hogy ez a D6-os jobb lesz. Nagyon-nagyon remélem, hogy ez jobb lesz. Meglátjuk. De minden esetre, ha ennek ellenére tetszett, a sok szerencsétlenkedés ellenére tetszett, akkor tartsam legközelebb, innen folytatjuk majd. Na, köszönöm figyelmet, szavaztok!